Felmerülhet benned a kérdés, hogy miért fizet a YouTube Shorts ilyen keveset? Nos, a mai videóban erre a kérdésre fogok választ adni. Úgyhogy vágjunk is bele! Nos, azt tudnotok kell, jelen pillanatban nagy videók után úgy fizet a YouTube, hogy egyrészt a prémium lejátszások után kapsz pénzt, másrészt pedig a videóban megjelenő hirdetések után, és azt tudjátok, hogy a videó elején és a végén jelenik meg reklám, ebből kap a tartalomgyártó pénzt, nem a megtekintések, meg nem a feliratkozók után, hanem a reklámok után, és ugye 8 percnél hosszabb videók esetén elhelyezhetsz közben is hirdetéseket, így egy mondjuk 10 perces videóban lehet mondjuk 4-5 reklám is, ha nagyon szeretnéd, ezáltal tudsz pénzt keresni a YouTube-ból. Na de most mi van a rövid videók esetén? Mi történik ott? Honnan jön a pénz? Kitől? Ki kapja? Hogy kapja? Nos, azért vagyunk itt, hogy elmagyarázzam. Szóval, amikor görgeted a YouTube shortsot, akkor közben megjelenhetnek hirdetések. Nos, jelen pillanatban ez úgy működik, hogy tegyük fel, van egy hirdetés, ami megjelenik, és a YouTube számolgatja és számon tartja, hogy melyik tartalomgyártók jelentek meg a feedben, és azok között elosztja ezeket a hirdetés pénzeket. Ez úgy működik tulajdonképpen, hogy van egy bögre, és a bögrében gyűjti a YouTube a kis reklámpénzeket, és amikor oda jut, akkor a bögréből szépen szétosztja az embereknek a reklámpénzt. Ezáltal lesz nagyon kevés a YouTube Shorts által fizetett összeg, hiszen szétosztódik a reklámbevétel, és nyilván kevesebb reklám is van, és több ember is osztozik ezen a pénzen. Sőt, ha még bejön egy zenei kiadó, tegyük fel mondjuk én csinálok egy shorts videót, ami alatt Snoop Dogg szól, akkor szépen ebből a bögréből a Snoop Doggnak is jár egy pici pénz, szóval lényegében ez sokfelé osztódhat ez a reklámbevétel, ezáltal a YouTube Shorts nagyon keveset fizet, úgyhogy remélem, hogy tudtam választ adni a kérdésetekre. Bármi ilyen van, nyugodtan a komment szekcióba tegyétek fel, és megpróbálok videót csinálni róla, vagy lehet már van róla videóm, úgyhogy nézzetek szét a csatornán. Egy csomó olyan kérdést szoktam kapni, amiről van videóm, és rögtön be is tudom linkelni, úgyhogy egy kérdést meg tudtok spórolni ilyenkor, hogyha már szétnéztek alapból a csatornán. Én Szabó Viktor vagyok, köszi szépen a figyelmet, találkozunk legközelebb, addig is, ciao.